Köszönöm szót, elnök úr! Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Önök egy rendelet módosítással asztmás és más tartósan beteg gyermekektől vették el korábban járó támogatásaikat. Többször kérdeztem már ebben az ügyben, de mindig kitérő válaszokat kaptam. Pedig nem ok nélküli a szülők felháborodása és az a tény, hogy több helyen is tiltakoznak az érintett családok. Hiszen egy április 1-i törvénymódosítás vagy rendeletmódosítással kezdődött az egész, amikor megváltoztatták az emelt összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok listáját. Így április 1-e után például az asztmás gyermekeknek csak egy része juthat hozzá az ellátáshoz. Eszerint nem számít elég betegnek egy asztmás gyerek akkor sem, ha folyamatosan szednie kell a gyulladáscsökkentőket, vagy ha a szülőnek rendszeresen hordania kell szakgondozásra. Korábbi kérdésemre azt a választ adták, hogy kidolgozzák a gyermekkori asztma irányelveit, és azt majd megtalálható lesz a GEMSZI honlapján. A gyermekkori asztma irányelveinek a kidolgozása még várat magára, gyakran az orvosok sem tudják, hogy milyen paraméterek alapján döntsenek, és bár sok tekintetben megegyezik a gyermekkori asztma a felnőttkori asztmával, vannak speciális problémái is, amely inkább a gyermekgyógyászat hatáskörébe tartozik, nem beszélve arról, hogy gyakran a szülők munkából való kiesése is gondot okoz, amikor a gyermeket orvoshoz kell vinniük. Nincs tehát konkrét szabályozás arra vonatkozóan, hogy melyik gyerek jogosult emelt összegű családi pótlékra, és melyik nem a tartósan beteg gyermekek közül az imént említett rendelet szerint. Hogyan lehetséges, hogy akkor mégis bevezettek egy ilyen szigorítást? De nem csak az asztmás gyermekeket érinti a változás, mivel az emelt családi pótlék feltételei több betegség kategóriában is szigorodtak. Ide tartoznak például a mozgáskorlátozott gyermekek, nevelők egy része, vagy például az epilepsziások, de az autisták is. Ezeknek a családoknak több tízezerrel forinttal csökkent a gyermekek után járó támogatás összege, hiszen sokuktól elvették a 10 éves korig járó gyest, ez is jelentős kiesést okoz, és elvettek a jogosultsághoz kapcsolódó egyéb kedvezményeket is, például a kedvezményes vagy az ingyenes étkezést, az ingyenes tankönyvet, a közgyógyellátást és a 90%-os utazási kedvezményt is. Kérdezem tehát államtitkár urat arról, hogy mikor vonja vissza a kormány ezt a gyalázatos rendeletet, és mit tesznek majd annak érdekében, hogy a tartósan beteg gyermekek, illetve az őt nevelő szülők minél előbb újra hozzájussanak az őket megillető támogatásokhoz, ellátásokhoz. Várom válaszát. Válaszadásra Szócska Miklós államtitkár úrnak adom meg a szót.